Hát jó reggelt kívánok! 10 perce keltem fel, hogyha azt az ábrázatomból nem mondtátok volna meg egyből, akkor elmondom, hogy 10 perce keltem fel. Ha esetleg még nem követtek Instagramon, akkor tegyétek meg, ugyanis ha megleszünk 40 ezeren Instán, akkor lesz egy hét, amikor 5 napon keresztül végig lesznek videók. Úgyhogy ne felejtsetek el Instán is követni. A vizsgai időszak kellős közepén vagyok most megtalálható. A napjaim 90%-a arról szól, hogy csak tanulok. Ez már egy picit sok. Arra gondoltam, hogy a mai nap tartok egy kis szünetet. Ha az a kérdés, hogy erre van-e valóban időm, akkor a válasz az, hogy nincs. De hogyha az a kérdés, hogy van-e erre szükségem, akkor szerintem hatalmas. Ugyanis mostanában tényleg semmi más nem csinálok, kb. Csak a suli is cuccokkal foglalkozom. Azt hiszem, hogy ma megérdemlek egy olyan napot, amikor csak olyan dolgokat csinálok, amiket nagyon szeretek. Mindjárt közlöm is az első programtervet. Egyébként a mai nap programját, illetve abszolút nem kell extra dolgokra gondolni, szóval nem elutazom egyedül Dubájba, hanem ilyen általános dolgokat csinálok, amiktől tök jól érzem magam. Ilona, ne haragudj, de... Igen, értem. Köszönjük. Ilona, ma te is csak olyan dolgokat csinálsz, amiket nagyon szeretsz? Hát Ilonának is félre kell tennie ma a munkát, mert amit ő lenyom itt május hónapban, nagyon nagy a hajtás. Nagyon nagy a hajtás. Ilona, wow! Szóval... Ne akkor beszélj, amikor én. Szóval... Istenem. Így van, téged kell simogatni, értem. Szóval, amivel ma fogunk kezdeni, az nem más, mint... Amúgy ez nincs is kedvem. Azt akartam mondani, hogy mostanában nagyon-nagyon jól érzem magam attól, hogyha valami szuper outfitet összerakhatok, de ma... Jó, amúgy lehet, hogy van kedvem. Jó, nem tudom, mert közben meg amúgy valami kényelmesbe szeretnék inkább lenni. Nem tudom, hogy ma nagyon jó outfitet szeretnék, vagy... Vagy csak... De ne, amúgy nem tudom. Lezuhanyzom, és összerakom az outfitem, és találkozunk. Itt a lény, akit egész nap simogatni kell, különben nyávog. Jaj, de cuki vagy. Viszont most el kell mennem zuhanyozni, Ilona, ne haragudj. Egyből követ. Na hát végül ma egyértelműen a kényelmes outfit nyert inkább. Ehhez volt kedvem, úgyhogy igen, így nézek ma ki. Mondjuk ezzel a kis nyaklánccal szerintem egész jól feldobtam. És ami fontos, az nem más, mint a... Mit akartam mondani? Üdvözöllek titeket a konyhámból, a következő programunk az az, hogy egy nagyon finom kávét fogunk magunknak készíteni. Fodrász lesz az első program, ahova megyünk, ugyanis fodrász után mindig extrán jól érzem magam, mert sokkal jobban érzem magam a bőrömben, mint előtte. Ja, és a mai napi üzenetem számotokra, ne higgy annak, amit látsz, a só is cukornak néz ki. Ezt azóta nem cseréltem le a konyhámban a képeket, mióta beköltöztem. Nem tudom, hogy mibe csináljam meg a kávémat, ugyanis vannak ilyen elviteles cuccaim. Ebben megcsinálhatnám például, de nem akarom utána cipelni. Van egy ilyenem egyébként, amiben egy félig megívott kávé van. Ez tegnap reggeli, szóval nem tudom, hogy a belerohadt kávé az mennyire lenne szuper. Segítsetek! Amúgy meg ezt gondolom abszolút felhasználható lett volna, de ahhoz ezt el kellett volna mosogatnom. És egy olyan napon, amikor csak olyan dolgokat csinálhatok sajnos, amiket szeretek, nem lehet mosogatni. Tehát, hogy az egyértelműen a mosogatás talán nem az, amit bármennyire is szeretek. Végül mégis úgy döntöttem, hogy jó lesz ez. Az utolsó lépés az nem lesz más, mint kipróbálni ezt a rizses, kakaós italt. Ugye egy ideje én már csak növényi tejeket iszom, és ez olyan, ami növényi kakaó. És én ilyet még nem ittam, szóval nagyon kíváncsi vagyok, és ezzel fogom most felönteni a kávém. Ez nagyon finom. Alapból nagyon szeretem a mokkát, nagyon sokszor szoktam inni, ugye az a sima csokis kávé. Ne higgy annak, amit látsz, a só is cukornak néz ki.
Ilona, az lenne a feladat mára, hogy el kellene mosogatni, mert elég sok a mosogatnivaló. Legyen meg, mire megjövök, jó? Viszlát! Egyáltalán nem olyan idő van, mint amilyenre számítottam, hogy milyen megfagyok. Pedig az előző napokban ilyen nagyon-nagyon meleg volt, de most extrém mód fúj a szél. Peace Lab Café. Oké, nincs mit mondanom, csak indokolatlanul magamat videózom. Peace Love Coffee. Hello, sziasztok! Egy közepességes munkát szeretnék kérni, és kérhetem ebben. Köszi. És ki tudjátok nekem említeni, mert nem volt benne? Köszönöm. Milyen helyetek van? Szója, Mandula, Kókusz és... Zab. Ó, a Zab helye. Csáltál színhabotot, szeretnél? Nem, köszönöm. Köszönöm szépen! Sziasztok! Sziasztok! Szép napot! Itt vagyok az új hajammal, és szerintem amúgy tök jó lett, meg ilyenkor tényleg mindig annyival jobban érzem magam. A következő programunk az egyértelműen a mai nap. Hát igazából az összes program a kedvenc, amit ma csinálunk, viszont ezt nagyon sokszor szoktam is csinálni. Sziasztok! Köszönöm a YouTube-ra. De! Nagyon szeretem a videóit. Köszönöm szépen! Nagyon jó videós vagy! Köszönöm! Szép napot nektek! Neked is! A program, amit most csinálunk, program, az a múzeumkertben ücsörgés és nézek ki a fejemből típusú program, amit amúgy imádok csinálni. Akkor szoktam legtöbbször, amikor lyukas órán van hétköznap, most amúgy szombat van, de aztán rájöttem, hogy igazából hétvégén is be lehet jönni a múzeumkertbe csak úgy ücsörögni, szóval ez a mai programunk. Vettem a Starbucksban egy kávét, és tök jó, hogy ezt végül magammal hoztam, mert ebben tudtam kérni, szóval ez tök hasznos. Ja, és egyébként ma is, mint mostanában, próbálok egy kicsit kevesebbet telózni, ami egy egész nehéz feladat, ezt be kell, hogy valljam, ugyanis én is a social media csapdáiba elég jól beleestem, mármint csak azon kezdtem el gondolkodni, hogyha végig gondolom egy napomat, akkor mennyit telefonozok, és mennyit pörgetem az Instát, a TikTokot, és már ezt tudom, hogy kb. A csapból is ez folyik, de én is nagyon ezt érzem, hogy valaki néz. Ezt nem szeretem, ha így néznek. Tudom, hogy a Csabból is ezt fogjuk, de tényleg igaz, hogy ennyi információt befogadni a TikTokról, Instagramról, stb. Én azt hittem, hogy ezt jól kezelem, de aztán rájöttem, hogy nem, nagyon sok szorongást okoz nekem, szerintem az Insta is és a TikTok is. Pláne úgy, hogy én is ezt csinálom valamilyen szinten, mármint, hogy én is influencer vagyok. Ez elég undorító ezt így kimondani, nem mindegy, de akarva akaratlanul összehasonlítgatom magam másokkal, és ez nem jó. Én azt gondoltam, hogy ezt jól kezelem, aztán igazából rájöttem, hogy amúgy nem. Szóval próbálom kevesebbet nyomkodni a telefonomat. Oké, egy másik helyről is néznek. Jó, majd pont olyan, mintha magamba beszélnék amúgy. Szóval ja, most ez egy minőségi idő magammal, hogy csak itt ülök és nézelődök. És... The water 'cause I'm breathing fine. Crazy and I love my mind. 'Cause all of me like all of you. Ez egy cover videó lett így hirtelen. A mai napnak egyébként a része lett volna, hogyha fél évvel ezelőtt lennénk, az, hogy elmenjek szoláriumba, ugyanis régen ezt nagyon élveztem, viszont mióta nagyon odafigyelek az arcbőrömre, és utána néztem a dolgoknak, ha én most járnék szoláriumba, amit fél éve egyébként már nem teszek, akkor kb. Szembe köpném magam, mert mit... Jó, aztán túl erős kifejezés. Egy kicsit nem mondom, egy kicsit lehet, hogy hiányzik. És amúgy nem is barnának szerettem lenni, hanem így a szoli élménye. Szerintem így tök jó, hogy így pirulsz. Meg mindig olyan jó illat van. Hideg van. Azt hittem, hogy ma is ilyen nyári idő lesz, és zima van helyette.
Most nem mindjárt felkap a szél. Amúgy már eddig annyira sikeres a telefonom nem nyomkodása, hogy egész nap repülőgépes üzemmódban van a telefonom, szóval hogyha valaki telefonon hívásban akarna elérni, akkor sem járna sikerrel, szóval elnézést a barátaimtól és anyukámtól, hogyha esetleg nem ér el telefonon. Nincs semmi bajom, csak nem akarok veletek beszélgetni. Annyira hideg van, hogy szerintem mindjárt felállok és elmegyek valahova, és kitaláltam egy nagyon jó projektet, ami nem más, itt pont látszik a tetkom. Amúgy annyira nagyon szeretem, na mindegy. 14 évesen, kb. Meg 14-15 évesen volt egy festmény, egy konkrét egy ilyen balatoni tájkép, amit lefestettem ilyen, szerintem abban a 3 évben szerintem egy ilyen 25-ször biztos, pontosan ugyanazt, mert mindig így, nem tudom, így megnyugtatott, hogy ugyanazt festem le mindig. Nincsenek ilyen festős cuccaim otthon, szóval akarok venni festéket, meg ecsetet, meg papírt. Amúgy ez tök jó, mert hogyha most nyomkodtam volna a telómat, soha nem jut eszembe, hogy festhetnék, úgyhogy most hazamegyek és vagyis hát először bevásárolok és hazamegyek és festek. Ja. Belement a szemembe egy bogár, és majdnem megvakultam. Ez konkrétan ilyen 3 percig... Jaj, ne! Mi a franc? Mindent kaptam, amit akartam. Vettem ecsetet, vettem festéket. Egyébként nem volt olyan annyira ilyen jó minőségű, de szerintem most ez jó lesz. Nem tudom, hogy amúgy sem, hogy meddig fogom a festést, mint hobbit űzni az elkövetkező időben. Egyébként kijöttem az erkélyre. Itt tervezek festeni, mert itt jó érzés lenni. Egy borzasztó instabil helyen van a kamera, szóval nem mindegy. Kaptam akvarellapokat is. Az akvarellap az azért jobb, mint a sima rajzlap, mert vissza lehet mosni a festéket, hogyha esetleg elrontottam volna, és hoztam ki vizet is magamnak, amit amúgy meg is ihatnék, mert ma mostanában ma ittam egyetlen kávén kívül bármit. Szerintem nem, ez borzasztó, úgyhogy iszom egy pohár vizet, mindjárt jövök. Ez egy jeges tea. Azt akartam elmesélni, hogy az a sztoria annak, amit most fogok festeni. Én 5-től általánosban 8-ig jártam egy táborba, amit az általános iskolánk szervezett, ami egy rajztábor volt, és én ezt imádtam, tehát nagyon sokszor vágyom oda-vissza. Ja, ez a tábor Pálkövén volt, ami Zánka mellett van, és a Balatonon. Nagyon sokszor le kellett festenünk ugye a Balatont. És nekem ez átcsapott abba, hogy én otthon is le akartam festeni a Balatont, még miután hazajöttünk, onnan akkor is le akartam festeni a Balatont, szóval nagyon sokszor lefestettem a Balatont fejből. Szóval álljunk neki, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből mi lesz. Akkor sem voltam egy óriási tehetség, nem ment rosszul, de... Hát na, értitek, nem voltam túl... Nem voltam ilyen kiemelkedően tehetséges. Kezdjük el! Nem utálom egyébként, de 14 évesen azért ezek így jobban sikerültek, nyilván kijöttem a rutinból. Nem rossz. Egyébként arra rájöttem most, hogy ugye ezeket a fákat, amik visszatükröződnek a Balatonon, azokat utólag találtam ki erre a képre, nagyon sokszor festettem le így, de ennek nincs is értelme, mert mi miatt tükröződik vissza. Mármint a Balaton egyik partjára, a másik partjára nem láthatjuk, hogy visszatükröződik egy fa. Ennek nem annyira van értelme. Ezek a piros izék sikerültek a legkevésbé, ezek háztetők.
ezen a dombon. Lehagytam valamit, ami nagyon fontos. A lejárót bele kell festeni. Tudjátok, amin bemész a Balatonba. Oké, a lejárót is belefestettem, tökéletesítve a kép. Ez jó szórakozás volt, nagyon a régi időket juttatja eszembe. Szóval tök jó. Én a héten volt pont egy esemény, amire meghívtak, és ott fonhattunk magunknak karkötőt. Ott jutott eszembe, és ott el is mondtam a többieknek, akikkel épp karkötőt fontam, nem tudom mennyire érdekelte őket ez, csak megosztottam a véleményemet arról, hogy amúgy nem mindenben kell jónak lenni ahhoz, hogy csináld. Kifejezetten nem vagyok tehetséges a festésben, de tök jó móka volt. Igazából bármit lehet csinálni akkor is, ha nem vagy benne jó, mert egyrészt tudsz fejlődni, de ha nem fejlődsz, akkor sem baj, hogyha élvezed, amit csinálsz. Szóval egy hobbinak pont az a lényege, hogy az csak egy hobbi, tehát nyilván nem akarom eladni a Valaki esetleg 3 milliárd forintért megvenni ezt a festményt, mert akkor szívesen eladom. Ha valami csak egy hobbi, akkor nem kell, hogy jó legyél benne ahhoz, hogy csináld, hogyha élvezed. Szóval ez a mai nap üzenete számotokra és számomra. Tőlem. Elérkeztünk a videó azon részéhez, ami nekem mostanában talán a legtöbb örömet okozza, és hogyha van elég önkritikám, akkor talán azt is meg tudom fogalmazni, hogy túl sokat csinálom, ez nem más, mint az online vásárlás. Én konkrétan pár hónappal ezelőttig soha nem rendeltem online semmit, de azért, mert nem voltam benne biztos, hogy most jó lesz-e a méret, vagy tetszeni fog-e az élőben is ilyenek, és kipróbáltam egyet rendelni online, hogy hát mégis kipróbálom, hát ez most ilyen divatos manapság, és imádtam. Tehát konkrétan imádom a várakozást, hogy amikor megérkezik a csomag, az olyan, mint a karácsony lenne, mert nem annyira tudod, hogy mikor fog pontosan megjönni, nem tudod, hogy pontosan élőben hogy fog kinézni a dolog, sokkal jobb, mint üzletben vásárolni. Szóval mostanában ezt talán egy picit túl sokat csinálom. Elérkeztünk a mai videó szponzorához is ezúttal, a tiplino.hu-hoz. A tiplino.hu egy olyan webáruház, amely akár 25%-ot visszatérít a vásárlásotokból, és tudtok vásárolni például rajtuk keresztül az About You-n, a Notino-n, a MyProtein.hu-n. Szóval nagyon sok webáruházzal kapcsolatban állnak. A vásárlás úgy zajlik, hogy kiválasztod a tiplino.hu-n a webáruházat, ahol szeretnél vásárolni, majd a tiplino.hu-n keresztül látogatsz el a weboldalra, ahol szeretnél vásárolni. És ez után egy részét a tiplino.hu visszatéríti neked a vásárlásodnak. Tehát igazából ez egy cashback oldal, hogyha te vásárolsz, akkor ők egy bizonyos összegét visszatérítik, akár a 25%-át a teljes vásárlásod végösszegének. Tehát igazából annyi a lényeg, hogy ugyanúgy vásárolsz a kedvenc webshopodban, mint amúgy, csak hogyha a tiplinon keresztül teszed, akkor a végösszegnek egy bizonyos százalékát vissza is kapod. Tehát ez igazából egy tök jó opció. Ennek a videónak a leírásában egyébként lesz egy speciális link, amin keresztül, hogyha regisztráltok a tiplino.hu-ra, akkor 2000 forintban részesültök. És amúgy szerintem ez egy tök jó kis dolog, mert igazából csak regisztráltok, használjátok, és a végösszegből visszakaptok egy kis pénzt, szóval igazából teljesen mindegy, hogy hol veszed meg a cuccokat, csak itt a végén visszatérítenek neked egy bizonyos összeget, szóval szerintem ez egy tök jó opció. Amit ma nem fogunk csinálni, az az online shopping, ugyanis ha elmondanám, hogy hány oldalról rendeltem, hányféle dolgot, hányszor ebben a hónapban, sokkal több, mint amire szükségem van és ami normális lenne, ezen picit próbálok változtatni, tehát ma például nem fogunk rendelni semmit, ellenben van egy nagyon jó ötletem, ami, ugye mondtam, hogy mostanában engem tökre izgat az, hogy milyen outfitben vagyok, tök jó érzés összeállítani outfiteket, és jól érzem magam, hogyha esetleg olyat állítok össze, ami valóban nagyon tetszik nekem. És ugye csomószor szoktam Instára posztolni ezeket az outfiteket, és arra gondoltam, hogy értékeljük együtt ezeket egy 1-től 10-es skálán, mert ehhez most így ehhez van kedvem. Nézzünk meg az utóbbi időből pár outfitet, és értékeljük őket. Igazából két dolog van, ami nagyon fontos, és az egyik a másik nélkül nem működik. Az egyik, hogy nyilván nagyon tetszen, amit összerakok, szóval tetszen itthon a tükörbe, viszont a másik, ami meg elengedhetetlen ahhoz, hogy most jó pontszámot adjak egy outfitre, az nem más, mint hogy azon a napon mennyire éreztem magam jól ebben az outfitben, szóval mennyire volt praktikus, stb. Értitek. Szóval, kezdjük ezzel a kockás bőrkabátos, kockás cipős, kockás táskás outfittel. Ez nagyon tetszett itthon is, és ebben jól is éreztem magam. Erre a kockás outfitre
Szerintem egy 9 pontot adok, ugyanis nagyon szerettem, és minden tetszett benne aznap. Oké, nézzük ezt a lila neon, nem tudom minek hívják ezt a mintát, ami a nadrágomon van, outfitet. Igazából nem utáltam, talán ebben már egyel kevésbé éreztem magam jól. Ez olyan dolog, hogy itthon nagyon tetszik, hogyha felöltözök színesen, de egész nap valamiért már úgy idegesít, hogyha annyi szín van rajtam, vagy vannak rajtam színek. És ez amúgy nem tudom miért van, de jobban érzem magam egy monokróm outfitben egy napig, hogyha sokáig kell viselnem, mint a nagyon színes outfitekben. Erre mondjuk egy 7 pontot adok. Egyébként szerintem más nadrágot is vehettem volna fel, például szerintem ez egy fekete nadrággal jobban néz neki, mint ezzel a farmer nadrággal. Mert igazából tök indokolatlan, hogy miért van rajtam kék mintás farmer, mert minden más fekete, lila, vagy... Bár mondjuk amúgy lehet, hogy jó, mindegy, 7 pont viszlet. Oké, a következő outfit az legyen ez a bohóc nadrágos, válvillantós, felsős, gombás, nyakláncos, színes cipős outfit. Erre 10-ből 8 pontot adok, ez nagyon tetszik. Nem mondom, hogy annyira komfortosan éreztem magam ebben az újatlanban, és... Egyébként ez tök szarul esik, mert pont valaki írta, amikor újatlanban voltam, hogy mennyire rosszul állnak nekem az újatlanok, és azóta látom ezt én is így, szóval ez kicsit szar, de... Igazából így képen nagyon tetszik, de egész nap újatlanban lenni nem volt számomra túl komfortos. Oké, nem rejtem véka alá a véleményem, a következő legyen a mostani ultimate kedvenc outfitem, az pedig ez. Nagyon tetszik ez a hálós cucc, tetszik alatta a fehér póló, imádom ezt a napszemüveget, imádom, hogy fekete-fehér az egész outfit, szóval ebben még jól is éreztem magam, úgyhogy én erre 10 pontot adok, jól is éreztem magam benne, és a kedvenc cipőm van rajtam, ezt nem mondtam, de igen, ez a magasított Converse, ez nem tudom, meddig lesz a kedvenc cipőm, de nagyon-nagyon jó vétel volt. Na, nézzük ezt a kimonós verziót, egyébként erre is 10 pontot adok, amúgy ezt nem úgy értékelem, nyilván nem azt gondolom, hogy tökéletesek az outfitjeim, de én nagyon jól éreztem benne magam ebben a kimonós verzióban is. Jó, talán nem 10 pontot adok rá, hanem 9-et inkább, mert azért nem a legkomfortosabb egy kimonóban lenni. Azért néha eszembe jutott ezen a napon, hogy vajon, hogyha néznek, vagy hogy így látnak az emberek, akkor mit gondolnak rólam. Szóval inkább 9 pontot adok, mert ez a gondolat sokszor eszembe jutott ezen a napon. Szerettem ezt az outfitet, kényelmes volt, jó volt, biztos sokszor lesz rajtam, 9 pont. Ez a jelenleg legújabb képem Instán, és ez egy ilyen rózsaszínes outfit, ezzel a vászontáskával. Szerintem egyébként jól néz ki, viszont hogyha arról beszélünk, hogy mennyire éreztem magam benne komfortosan, azért még necces számomra rózsaszínt viselni az utcán, tudom, hogy így 2022-ben, szóval így miért, meg hogyha tetszik, akkor így miért, de közben meg nem tudom magamnak megmagyarázni, hogyha nem érzem benne magam komfortosan. Szóval erre inkább egy 7-est adnék, így képen amúgy nagyon tetszik, viszont talán még egy kicsit jobban kellene szeretnem önmagam. Úristen, ez túl deep, szóval talán egy kicsit jobb, több önbizalmamnak kellene lennem ahhoz, hogy ezt úgy merjem viselni, hogy nagyon jól is érezzem benne magam, úgyhogy 7 pontot adok erre az outfitre összességében. És most végeztünk is ezzel a teljesen lényegtelen része. Nézzétek, erről meg is feledkeztem, de hazafele vettem egy kis növénykét, ez az Ilona játéka. Ennek az a lényege igazából, hogy hangot ad ki, viszont szegény Ilona ugye nem hall, úgyhogy nem annyira tud vele játszani, szóval ez itt így pihen. Új állapotában, kinek kell egy csörgő egér, az jelentkezzen érte. Vettem egy új növényt, ugyanis ezzel már régóta szemeztem. Azt hiszem, hogy ez úgy, jó nem azt hiszem, tudom, hogy ezt úgy hívják, hogy aglegény pálma, és nagyon tetszik nekem. Holnap forgatok egy cégnek egy TikTok videót, és szerettem volna, hogy legyen a háttérében valami zöld. Ezzel már régóta szemeztem, szóval most megvettem, és Erzsébet is tudott volna a háttérében lenni, viszont annyira nem szép, szóval amúgy nagyon hálás, mert amikor nem felejtem el megöntözni, és egyszer csak megöntözöm, akkor egyből már jobb állapotban van. Ez most egy ilyen jobb állapotnak mondható. Hát nem akarom elmondani, hogy nézett ki mondjuk 4 nappal ezelőtt. Ez most egy jobb állapot, hogyha öntözöm, és éppen nem felejtem el, akkor ügyesen fejlődik tovább Erzsébet, de egyébként meg sokszor felejtem el, szóval mindegy. Igazából az a lényeg, hogy vettem egy új növényt, és most ezt mindjárt leveszem róla, és megmutatom úgy is. Úristen, nagyon szép, nekem nagyon-nagyon durván tetszenek a levelei. Konkrétan annyira szép, meg ilyen viaszos a levele, hogy olyan, mint hogyha, olyan egy kicsit, mint hogyha mű növény lenne. Szóval összekeverhetném mondjuk így ezzel.
Remélem, hogy róla megfelelő képen tudok gondoskodni. Azért is választottam, mert azt olvastam, hogy talán róla nem annyira nehéz gondoskodni, meg nagyon tűri az árnyékot, meg hogyha nem öntözöd, úgyhogy remélem, hogy ez így lesz. Ma csak kettő a létfenntartásomhoz elengedhetetlen dolgot felejtettem el enni és inni. Rendeltem kaját. Szerintem megtévesztett az, hogy egész nap ugye videóztam, festettem, blablabla, és eltelített ez a két kávé annyira, hogy elfelejtettem enni. Nem máshonnan rendeltem, mint a Crunchy Budapest nevű helyről, ami szerintem amúgy egy új hely, vagy hát én még nem hallottam róla. Úgyhogy hogy is folytatódhatna máshogy egy olyan videó, amiben egész nap azt csinálom, amit nagyon szeretek, mint hogy rendeltem egy olyan helyről, ahol még soha nem ettem. Ezeket a pillanatokat imádom, imádok új helyeket kipróbálni. Nézzük csak. Rendeltem teriyaki ropogós csirkemel, tudjátok mi ez, csirkemel csík. Illetve megrendeltem az originál verziót. Szerintem amúgy ez az originál és ez a teriyak is. És van itt hozzá két szósz, amit lusta vagyok megnézni, hogy milyen szósz, amit küldtek hozzá. És van hozzá nekünk itt egy kis sült burgonya. Jó, kóstoljuk meg a teriyak is cuccot. Azt tudom, hogy ezt, ehhez ajánlották ezt a piros szószt. Jó, és most megkóstolom a simát. Amúgy finom. Nem rossz, de amúgy nem ropog. Egyébként valószínűleg azért nem ropog, mert amíg kiszállítják, ugye kicsit veszt a ropogóságából. Ízeiben tök finom. Régebben ugye sokkal több növényem volt, és az történt, hogy azt olvastam a neten, hogy ha cukros vízzel meglocsolom a növényeimet, akkor szebbek lesznek. Közben az egyik barátnőm tájékoztatott, hogy ez csak a rózsára vonatkozik, és egyik növényem sem volt rózsa. És konkrétan az történt, hogy megpenészedett a földjük. Majd a penészes földet nyilván mivel rohadt büdös volt, ezért kidobtam, tehát átültettem a növényeket új földbe, és az történt ezután, hogy valami nem tetszett a növényeknek, valószínűleg az, hogy nulla tapasztalattal átültettem őket, és nem tudtam, hogy kell őket átültetni, de megcsináltam, és úgy hálálták meg a növények az átültetést, hogy kirohadt az összes. Szóval egyedül Erzsébet maradt meg, akit az előbb mutattam. Szóval talán nem vagyok egy túl jó növénygazda, de próbálkozom. Teljesen jogos lehet a kérdés, hogy mit keresek éjszaka az Erzsébet hídon. És erre mindjárt adok is egy magyarázatot. Mostanában minden este szoktam csinálni egy olyan sétát, ami jó hosszú szakaszon folyik egyébként. Egyébként az a lényege, hogy nem hozok magammal telefont egyáltalán. Tehát esélyem sincs a telefonomhoz nyúlni, ami egy nagyon jó érzés, hogyha akarnék, se tudnék telefonozni, vagy nem jön egy értesítés, vagy nem hív fel senki. Szóval ez tök jó, és most is nálam telefon. Csak egy lakáskulcs, meg a kamerám. Most ez a esti mental health séta folyik éppen, és megmutatom, hogy mennyire szép a kilátás. Nagyon érdekes, hogy az elején, amikor elkezdtem ezt a kis sétálmat beiktatni esténként, vagy hát ez inkább már éjszaka, vagy nem tudom, általában ilyen évfélre szoktam, vagy ilyen fél évfélre, mármint fél 12-re szoktam kb. Hazaérni. Szóval, hogy amikor ezt elkezdtem, akkor mennyire nehéz volt az elején otthon hagyni a telefonomat, mert olyan dolgok jutottak eszembe, amik nagyon viccesek, mert hogy mi van, hogyha mondjuk elhagyom a kulcsom, és nem tudok felhívni senkit, mondjuk jó, ez elég valid, de hogy, és nem tudok felhívni senkit, amúgy most nem egy erdőben vagyok, csak ez egy ilyen kis elhagyatottabb rész, úgyhogy erre nem akarok senkit biztatni, hogy miattam éjszaka kimentek sétálni, nem, ezt nem szabad. Igen, elég valid, hogy elhagyom a kulcsom, és akkor hogy hívok fel valaki telefonon, jó, mondjuk, jó, oké, erre nem tudok, mint mondani, ez egy észszerű érv, de a másik pedig az volt, hogy ugye van lépésszámláló a telómon, és minden nap szeretem minél több lépéssel zárni a napot. És így, hogy nem hozom a telóm, ugye nyilván nem tudja számolni a lépéseket, és így rá kellett ébreszteni magam, hogy basszus, attól még megtettem ezeket a lépéseket, és kb-t úgy is tudom amúgy kb ez a kör, amit megyek, mert úgy tudom, hogy az Erzsébet hídon, már mondjuk ebből lehet, hogy megtudjátok, hogy hol lakom. Jó, mindegy. Szóval úgy szoktam, hogy az Erzsébet hídon át szoktam menni, aztán a Margit hídon át, és akkor végül így hazajutok. Mit akartam mondani? Ja igen, hogy úgyis megteszem ezeket a lépéseket, szóval nem kell ennyire a telefonomhoz ragaszkodnom. Oké, nem ütnek el, azt hiszem. Jaj.
Pont tegnap történt az eset, hogy megláttam egy ilyen légyülő pókszázlábú cuccot, tudjátok, itt így a rakparton futkározni. És nyilván egyből az a gondolatom támad, hogy jaj, most én ezt le fogom fotózni, és elő akartam venni a telómat, és nem volt nálam. És egyből annyira észhez kaptam, hogy miért kell lefotóznom egy rohadt bogarat, és mondjuk kirakni Instastory-ba, amikor nyilván mindenki látott már ilyet, már mint... Ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem kell mindent lefotóznom, hanem vannak dolgok, amikor, ahol csak úgy jó ott lenni, megélni, és ennyi. És tök jó érzés volt egyszerűen, olyan volt, mintha így rá tudnék szólni ezzel magamra, vagy rá tudnék eszmélni azzal, hogy nem hozok erre a sétára a telefont, hogy nem kell mindent lefotózni. Szóval... bogarat, tehát mi van? Jó, nem tudom, hogy ennek van értelme, igazából... Jó, mit tudom én, szóval... Amúgy nézzétek, hogy hol sétálok éppen? Nem ám akárhol. Parlament check. Ez a parlament. Ezt tudtátok? Oké, hazaértem. Hát ez a séta ismét ugyanolyan jól esett, mint minden nap. Mondjuk most kicsit amúgy annyira nem. De csak ma ugye szombat éjszaka van, és ilyenkor sokan voltak az utcán. Hétköznap éjszaka, vagy hát most nem tudom, mennyire éjszaka. Most értem haza, és most ilyen mindjárt éjfél lesz. Szóval mindegy, ilyenkor nem szoktak hétköznap annyian lenni. Most mivel szombat van, ezért sokan voltak. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ma. Remélem, hogy élveztétek ezt a videót, találkozunk legközelebb. Sziasztok!